Ismét fekete zászló leng az Eötvös iskola homlokzatán, elszorul a szív, megint egy nagyszerű pedagógust, egy remek embert veszítettünk. Bús István tanár úr 83 évesen távozott közülünk. 1937. november 9-én született, és nem olyan rég ünnepeltük a 84. születésnapját. Nagy tömegben, akkor még lehetett, fantasztikus estén, és az én emlékezetemben az akkori Bús Pista szerepel. De néhány mondatot róla. Nekem az egyik példaképen volt, tőle tanultam meg azt, hogy csöndbe kell maradni, meg kell várni, míg a vélemények elhangzanak, és utána, ha tudok összegezni, akkor mondom el a véleményemet. Pista bácsi ritkán szólt, de ha igen, akkor mindenki tudta, hogy most nagyon oda kell rá figyelni. Nagyon bölcs dolgokat mondott, és rettentő jó indulatú embernek ismertük meg, így is él az emlékünkbe. Bízom abban, hogy együtt éreznek azok, akiket tanított, vagy azoknak a szülei, nagyon-nagyon sokan vannak. Ahogy Csaba elmondta, nincs olyan család, aki tőzsgyökeres Ercsi, akinek valamilyen családtagját ne tanította volna. Emlékét megőrizzük. Kérem, önök is tegyék ezt. Két hete találkoztunk a kapuban, megállított, beszélgettünk. Azt kérte, szólítsam Pistának. Ez nem igen jött a nyelvemre. Mondtam, mennyire szerette azt az osztályt. Kriszta, Hédi, Mojzer Jancsi, Szadai Laci sorolta a neveket hibátlanul. Örült, hogy kiki megtalálta a helyét az életben. Sietek, tanár úr, bocsásson meg, búcsúztam. Utánam szólt még, Pista. Már nem tudom többé így szólítani. Nyugodjon békében, tanár úr. Nyugodj békében, Pista.